eltelt két hét. Ismét jövünk az internet legfontosabb híreivel. Ha szeretnétek megtudni, hogy melyik a világ legrosszabbul sikerült lánykérései, vagy hogy végződött Farkas Timinek és barátjának a jóga kihívása, akkor mindenféleképpen tartsatok velünk. Gondoltátok volna, hogy a tenger hömpölygése művészi is lehet? Nézzétek meg a következő rövid kis videót, és azt javaslom, utána válaszoljatok Júliának a kérdésére. Magyarország egyik legsikeresebb fesztivál zenekara belevetette magát a YouTube sűrűjébe. A Margaret Island vlogolni kezdett a legnagyobb videó megosztó oldalon, így a rajongó kedvencéket már nem csak a színpadon láthatják. Sziasztok, jó reggelt! Hát elég nehezen megy a koránkelés, reggel 6 óra van, de még nagyon sok mindent kell elintéznem. Rohannom kell a stúdióba, este kompkoncert a Balatonon, sőt előtte szeretném meglepni a srácokat valamivel, úgyhogy megyek is készülődni. Lazac, algalap, uborka, répa, rizs, wasabi, paradicsom, ez nem is kell hozzá, mi lesz ebből? Így van, sushi. Az Eat My Pie nevet viselő YouTube csatorna összeszedte napjaink legjobb sorozatait. Az animációs videós arról is beszélt, hogy milyen érzés az, amikor egy sorozatnak véget ér egy évada, és sokat kell várni a következőre. Milyen jó, hogy a középsúly nem ilyen sorozat. A sorozatok manapság királyak. Rengeteg pénzt tönnek bele az emberek, hogy az alkotók képesek jobbnál jobb sorozatokkal előállni. Oh, ez green screen. Mi? De ahányszor elkezdek laptopon sorozatot nézni, mármint kinéz ma már tévét, a nappalim teljesen poros és halott. Annyira könnyen tudok függővé válni bármilyen trónokharca-szerű, Westworld történésű, Peaky Blinders akciójú, értitek. Viszont minden évad végén a várakozás kegyetlen. Évad záró, alig várom! A főhős lóg a szírten, és hirtelen leesik. Vajon túléli? Pankutyáért ismét valami meghökkentő dologra vállalkoztak. A fiúk Afrikában repültek azért, hogy onnan pénz, ruhák és mindenféle olyasmi nélkül hazajussanak szárazföldön, amit minden ember magával visz egy nyaralásra. Te mit pakolnál be egy hetes nyaralásra? Gondolom mindent magaddal, a bőröndöt, abba pólókat, nadrágokat, fogkefét, fogkrémet, papucsot, meg még egy csomó más dolgot. És természetesen még pénzt is. Na mi most ezekből semmit sem fogunk magunkkal vinni, és úgy indulunk el. Csak egy telefont és egy útlevelet viszünk magunkkal, semmi mást. Szeretitek a nyereményjátékokat? Ha igen, akkor jól figyeljetek, mert van egy remek játékötletünk. Minden lájtnak a kupakjában egy kódot rejtettek el, amit ha feltöltötök, akkor lesz esélyetek nyerni. Beats fejhallgató, fülhallgató, vagy akár egy Bluetooth kihangosító is a tietek lehet, hogyha szerencsések vagytok. A Rauk legújabb nyereményjátékának lépései olyan egyszerűek, mint az 1-1. Először is, védj egy Mighty-t a kedvenc ízedben, majd bonts fel az üveget, aztán találd meg a kupakban a kódot. Ezek után okostelefonodra lesz szükséged, és mobilnetre vagy wifire. Nyisd meg a böngésződ, és pötyög be a www.rauk.cc/hu/termékek/mighty/mymusic/linket, és a sárga téglalapba másold be a talált kódot, és küld. Vegyél részt te is a játékban! Írd be a kupakban lévő kódot, és egy kis szerencsével Beats fülhallgatót, fejhallgatót, vagy akár Bluetooth kihangosítót nyerhetsz. A következő videóban megnézhetitek, hogy milyen az, amikor a dínók a kihalás előtt futnak. Oh,
kicking ass. 8 is gonna fall. Most egy hatalmas bána jön, amelyik a víz felszínére merészkedett. Ez valami hatalmas látvány lesz, szó szerint. Oh, beautiful! Yes, please! Oh, what the... Oh. Oh. Oh, a most következő videót Bendinek is megmutattuk a fiúkkal, még mielőtt megkérte volna Rozi kezét, hogy véletlenül se kövesse el a videóban lévő pároknak a hibáit. A jóga kihívás egy eléggé elterjedt típus videó a YouTube-ban. A jóga alapvetően nem tartalmaz veszélyes elemeket, viszont Farkas Timi és barátja eléggé veszélyesítették a dolgot. Ilyen jóga pózokat fogunk leutánozni a Bencével. Majdnem leesett a nő. Mehet? De biztos? De mindkét, tarts így felé, meg fogja látni. Kicsim! Jól vagy? Jól vagy, Manez? Fáj nagyon? Sírsz? Jézusom! Sanyit egy újabb platformon láthatjuk, ezúttal a musical.ly próbálta ki. Ehhez pedig egy gyakorlat musical.ly tanácsait kérte. Sziasztok, srácok! Tudjátok, hogy szeretek viccelődni, és mindig jókedvű vagyok, de aki nálam is jókedvűbb, az a Forstner Csenge. Sziasztok! Ő a Musical.ly koronázott királynője. Ugye, Csenge? Igen, nagyon aranyos. Tomi, tudod mi a most? Honnan tudnám? Hát te nem szoktad nézni a híradókat, hogy nem tudod, mi van a végén? Ja, tudom! Kisállatos videók! Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kommenteljetek, legyetek aktívak, és 2 hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok! A híradó támogatója az ABC Shop, ahol a középsulis napszemüveget és bögrét is megvásárolhatjátok.